Sztrájk és autós blokád, ez történt Miskolcon a Szolidaritás napján. 40 borászat, 100 féle nedűje kerül terítékre, idén is lesz fur, mint február. Fegyelmi gondok után pontszerző szériában a miskolci pólósok. Jó estét kívánok! Kezdődik a Híradó 2023. január 31-én, kedden 18 órakor jönnek a részletek. Az egyhetes tanársztrájk utolsó napján több megmozdulást is szerveztek országszerte. A miskolci Kafka Margit általános iskolában például egy egész osztály nem ment iskolába. A negyedikes diákokra azok a szülők vigyáztak, akik meg tudták oldani, hogy otthon maradjanak. A Borsodabaúj-Zemplén megyei akciószövetség autós blokkáddal állt ki a tanárok mellett. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete január elején jelentette be, hogy egyhetes tanársztrájkot tartanak. Az ország minden pontjáról csatlakoztak a pedagógusok. Sorra érkeztek reggel a diákok a miskolci Herman Ottó gimnáziumba. A bejárati ajtón felirat: köszönjük a szülőknek és köszönjük a diákoknak. A tanári kar függesztette ki a szöveget, hogy kifejezzék hálájukat azoknak, akik melléjük álltak a pedagógus megmozdulások alkalmával. A múlt héten kezdődő, 7 napig tartó tanársztrájk záró napján az itt dolgozó pedagógusok 80%-a csatlakozott a munkabeszüntetéshez. A Földes Ferenc gimnázium előtt 2 szál rózsa. Diákok tették a bejárat elé, itt 70-ből 31 tanár csatlakozott a mai megmozduláshoz. Városszerte több intézményben voltak akciók. A Kafka Margit általános iskolában egy egész osztály nem ment be ma iskolába. Napról napra egyre rosszabb a helyzet, nincsenek tanárok, nincsenek, akik végigviszik a gyerekeket egy érettségig, és a gyerekem még csak negyedikes, és egyre rosszabb a helyzet, nem várhatunk tovább. A szülők azért vállalták az akciót, hogy változást érjenek el. Nagyon szeretnénk már változást elérni, és úgy gondoltuk, hogy ha az egész osztály kiáll a tanári kar mellett, akkor látványosabb lesz ez a sztrájk, ez a megmozdulás a részünkről, és szeretnénk azt, hogy ennek visszhangja legyen. A gyerekek felügyeletét közösen oldották meg, sokan szabadságot vettek ki, de akik nem tudták megoldani, azoknak szülőtársaik vigyáztak a gyerekükre. Délután zászlókkal díszített kocsik vezették fel az autós blokád résztvevőit. A Borsodabaúj-Zemplén megyei akciószövetség forgalomlassító demonstrációt szervezett Miskolc egyik forgalmas csomópontjában. Egy sávot foglaltak el a kocsik, amikre zászlókat, molinókat erősítettek. Mint kiemelték, nem az volt a cél, hogy megbénítsák a várost, hanem az, hogy felhívják a figyelmet a szolidaritás napjára, ugyanis pont egy éve kezdődtek a pedagógus megmozdulások. Meg kell szólítani mindenféleképpen minél több társadalmi réteget, minél több ágazatot, akinek ugyancsak gondjaik, problémáik vannak, hiszen a NER rendszere úgy néz ki, hogy mostoha gyermekként tart jó néhány ágazatot, hatalmas forráskivonások voltak az elmúlt években, hát nominálisan nyilván nem, de reál értékben tutira, úgyhogy azt tudom mondani, hogy bőven van gondunk. Ilyen a kulturális ágazat is, ahol szintén sok nehézség van, például jelenleg is sok könyvtár és intézmény van zárva a magas energiaárak miatt. A szociális ágazatban dolgozók és a közművelődésben, közgyűjteményekben dolgozóknak kevesebb a bére, mint a pedagógusoké. Nekik nincs annyi támogatottságuk, de hogyha nem vagyunk szolidárisak a pedagógusokkal, mi se várjuk el azt, hogy velünk szolidárisak legyenek. Tanár kell, nem agymosás. A diákok a mai blokád alatt ezt a feliratot mutatták az autósoknak, miközben a zebrán keltek át. A pedagógusok mellett nem először állnak ki, rendszeresen szerveznek megmozdulásokat. Mi a diákok felelőssége ebben? Miért kell 16 évesen tüntikézni? Rossz a kérdés ismételten, mivel ugye a jövőnkről van szó, tehát nem mondhatják azt, hogy csak szórakozásból jövünk ki, mert sajnos nem. Azért vagyunk itt, hogy a jövőnkért küzdjünk azért, hogy megfelelő legyen az oktatás, megfelelő legyen az egészségügy, ne halljon ki a kultúra Magyarországon. A megmozdulásoknak ezzel nincs vége. Pénteken 13:30-tól rendkívüli társadalomismeret órát tartanak, ahol többek között diákok beszélnek arról, hogyan képzelik az oktatást.
A Velünk a Város frakció kiáll a pedagógusok és diákok mellett. Az egy hétig tartó pedagógus sztrájk utolsó napján, vagyis a szolidaritás napján az oktatás, az egészségügy és például a közszféra dolgozói mellett is felszólaltak a politikusok. A Herman Ottó Múzeum előtt tartott sajtótájékoztatót Szarka Dénes és Bazin Levente. A Velünk a Város frakció vezető helyettese és önkormányzati képviselője elmondta, azért választották ezt a helyszínt, mert a pedagógusok január 31-ére meghirdették a Szolidaritás napját, ebből az alkalomból pedig a városi intézmények és cégek megnyitották kapuikat az iskolától távol maradó diákok előtt. A politikusok hangsúlyozták, a frakció kiáll az oktatás ügye a tüntető tanárok és diákok mellett. Mint mondták, örömmel látják, hogy Miskolc városa szintén mellettük áll, ami azért is fontos, mert évekkel ezelőtt a pedagógus tüntetések innen indultak. Aki tudja, hogy egy pedagógusnak milyen a helyzete ma Magyarországon, hogy néz ki a munkája, mennyi fizetést kap, milyen leterhelt, az tisztában van azzal, hogy nem csak a bérrendezésről van szó, ami a, talán a legfontosabb feladata lenne most a kormánynak, hanem a pedagógusoknak a munkaterheléséről, az életpályájáról, a megbecsüléséről és az oktatás teljes körű reformjáról van szó. Ez az, amire most szükség van, és ez az, ami mellett nagyon sokan kiállnak. Bazin Levente pedig arról beszélt, hogy a Szolidaritás napján a frakció is szeretné szolidaritását kifejezni nem csak a tanárokkal, hanem minden olyan szakma képviselőjével, például az egészségügyi vagy közszférában dolgozókkal, akik kevesebbet keresnek, mint amennyi járna nekik az áldozatos munkájukért. A kormány továbbra sem tudta rendezni az oktatásnak a reformját, nem tudta megbecsülni a pedagógusokat, és ha már a Szolidaritás napja, akkor a pedagógusok is szót emeltek, és nekünk is szót kell emelnünk, akár az egészségügyi dolgozók, vagy nemrégiben bejelentették, hogy a közszféra dolgozói sem kapnak az idei évben sem béremelést. A Velünk a Város frakció, városvezető frakció nevében mi is szeretnénk ezekkel a szakdolgozókkal kifejezni a szolidaritásunkat, üzenjük, hogy veletek vagyunk, és hogy tanár nélkül nincs jövő. A politikusok hozzátették, ezért minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely az oktatásügy megreformálására hívja fel a figyelmet. Ha február, akkor Furmint. Idén már 5. alkalommal rendezik meg a város legelegánsabb és nagy népszerűségnek örvendő boros programját. A Furmint februárnak ezúttal a Népkerti Vigadó biztosítja a helyszínt február 10-én. A sétáló kóstolóra Tokaj hegyai a legnevesebb borászatai érkeznek. Az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján elhangzott, csaknem 40 borászat, 100 féle nedűje került terítékre. Az esemény ezúttal a Miskolci Nemzeti Színházat is támogatja. Poharak a kézben, Furmint a boros üvegekben, 2020-as felvételek a Városházán. Tokaj hegyai a legfinomabb furmintjai már számos alkalommal bemutatkoztak a borkedvelő miskolci közönségnek. A sétáló kóstolót idén ismét megrendezik. Ez lesz az 5. alkalom, hogy egy helyen ízlelhetik meg az érdeklődők a kiváló nedűket. A budapesti országos rendezvény nyomán kezdeményeztük mi, mondjuk úgy, hogy vidéken ezt a programot, és már az első alkalom is hatalmas siker volt, ami nyilvánvalóan arra ösztönzött bennünket, hogy akkor csináljunk valamiféle hagyományt ebből a programból. Miskolc legelegánsabb boros eseményét ezúttal a Népkerti Vigadóban rendezik meg február 10-én. A beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, csaknem 40 tokaj hegyaljai borászat 100 féle nedűje került terítékre. Emellett arról is szó volt, hogy miért éppen a sokszínű furmint az est főszereplője. Tényleg egy olyan neutrális fajtáról beszélünk, ami a csodálatos tokai több száz vulkán kitöréséből adódó finom apró rezdüléseket tud közvetíteni. Ugye ezeken a hajszálereken keresztül, amin keresztül a növény táplálkozik és szőlőt kineveli, egy olyan különleges aromatikát tud kölcsönözni a bornak, ha azt ügyesen és okosan bánnak vele, nem sokat macerálják, hogy képes akár világszínvonalú borokat is adni. Az esemény az ízek kavalkádján túl egy jó célt is szolgál. A Miskolci Nemzeti Színház javára gyűjtenek majd. Ez az év, ez rendkívül jelentős, azt gondolom, a kultúra szempontjából, és az, hogy a miskolciaknak ennyire fontos, hogy,
hogy itt lokálisan a művészet és a színház elérhető legyen, és effektíve segítenek, hogy egyáltalán fizetésünk legyen, hogy be tudjunk menni a színházba. Tehát ez borzasztó nagy dolog, és hogy egy ilyen alkalmat is erre használnak fel a kedves borászok, az is számunkra rendkívül megható, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. A szervezők úgynevezett támogatói csomagokat állítanak majd össze, ezeket megvásárolva segíthetik a résztvevők a teátrumot. Év honlapja díjat nyerte a miskolc.hu. A weboldal az önkormányzatok és települések kategóriában diadalmaskodott. A digitális marketing szakma a legrangosabb hazai eseményét, az év honlapja pályázatot idén 21. alkalommal írta ki a Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat. A megmérettetésre több mint 220 nevezés érkezett. A szakmai zsűri ezek közül 68 pályaművet díjazott. A Budapesten megrendezett eseményen elhangzott, a vezető nemzetközi és hazai digitális marketing szakemberek egyetértenek abban, hogy az első három legfontosabb marketing eszköz egyike a honlap. Ez a trend pedig várhatóan a jövőben sem változik. Csütörtökön kiderül, mikor érkezik a tavasz. Medvelesre készül a Miskolci Állatkert február 2-án. Ehhez a naphoz több tavasz jóslat kötődik. A hagyomány szerint, ha ezen a napon jó idő van és a medve kibújva barlangjából meglátja saját árnyékát, akkor megijed és visszamegy téli álmot aludni. Ez esetben még hosszú lesz a tél. Ellenben, ha nem látja meg a saját árnyékát, akkor kinn marad, ami azt jelenti, közel már a tavasz. A Medvelesen az állatkert látogatói Dorkával és Borkával is megismerkedhetnek. Az állatkert barna medvéi 10 éve érkeztek Koppenhágából. Téli álmot sem természetes környezetükben, sem fogságban nem alszanak, de a hidegebb hónapokban előfordul, hogy napokig a rejtek helyükön maradnak. Hogy a miskolci medvék milyen időt jósolnak a következő hetekre, csütörtök délelőtt 10 órakor kiderül. Idegenbeli sikerrel folytatta bajnoki szereplését a Panergy Miskolci Vízilabda Klub, Szentesről elhozva a győzelemért járó pontokat. Ehhez még további két döntetlent és egy vereséget tud hozzátenni a csapat, amennyiben csak a 2023-ban lejátszott mérkőzéseket nézzük. Ezeknek a fontos pontszerzéseknek pedig az a további értéket, hogy fegyelmi okok miatt játékosok távoztak a csapattól az év elején, de ez az eddigi eredmények alapján nem hátrányt hozott, hanem mintha jobb teljesítményre sarkalta volna a kerettagjait. Muszáj volt találni valami megoldás, és ez teljesen igazságosság, a bajnokság végén fogunk látni, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, de bízunk abba, hogy ebbe az irányba kell menni. Így összegezte a miskolci csapat vezetőedzője a mögöttük hagyott meglehetősen eseménydús évelei időszakot. Hiszen még az évnyitó BVSC elleni értékes idegenbeli döntetlent megelőzően fegyelmi gondokról, illetve annak játékosok szerződésének felbontását eredményező kezeléséről beszélt a klub sportigazgatója. Ám azóta dacolva a nehézségekkel aktív pontszerzésbe kezdtek a miskolci pólósok, és a most látható Szeged elleni bajnokit követően szerdán este teljesíti majd a második hazai 2023-as bajnokiát a fehér sapkában látható Miskolci Vízilabda Klub. Voltak itt sérülések, fegyelmi dolgok, új igazolás, de mindenek kell idő. Egy kicsit persze, hogy meg volt zavarva a csapat, benne van. Most megint kell talpálni több embernek, ahogy én mondtam a srácoknak is, hogy több embernek nagyobb felelősséget kell, többet kell vállalni, nem fogja megoldani senki, csak mi ahányan itt vagyunk. A bajnokikon mutatott teljesítmények pedig azt jelzik, hogy jó úton indult el a csapat, hiszen egy idegenbeli és egy hazai döntetlen után egy idegenbeli vereséget és győzelmet követően érkezett el a miskolci együttes a hétközi Honvéd elleni bajnoki találkozójához. Jelenleg ugyan 10 pont választja el a két csapatot egymástól, de az előbb említett pontszerző széria és a hazai medence adta előny miatt képes a hasonló jó folytatásra, a pontszerzésre, Vidomanszky László vezetőedző és legénysége. A vízilabda OB egy alapszakaszának 12. fordulójában esedékes Panergy Miskolci Vízilabda Klub, Honvéd párharc, szerdán 19 óra 30-kor kezdődik a Kemény Dénes uszadában.
Keddi híradónk után ezúttal is jelentkezik majd a Sportpercek, a Miskolc Televízió 18:25-kor kezdődő heti sportműsorában bővebb összefoglalót láthatnak a miskolci pólós helyzetről, de megnézhetik riportokkal kiegészített beszámolónkat a Diósgyőri Gimnázium leány kosárlabda csapatának bronzérmet hozó szerepléséről a Miskolcon rendezett országos diákolimpiai döntőben. De lesz téli sport is, a szinkron korcsolyázóké lesz majd a főszerep, ugyanis a hosszabb összeállításban szólunk arról, hogy a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub két csapata is megnyerte kategóriáját az utánpótlás korosztályok egyik legrangosabb versenyén, az ausztriai Mozart kupán. Nagyon jó hangulatú volt a verseny, nagyon élveztem ott lenni a többi csapat között, mindenki nagyon kedves volt, és azt is nagyon tetszett, hogy életünk szólalt fel a magyar himnusz a himnusz 200. évfordulóján kétszer is, és ez miatt nagyon boldogok voltunk. Szerdán is szeles időre kell készülni, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Híreinket, riportjainkat a minap.hu-n nézhetik vissza. Maradjanak velünk, ahogy korábban is ígértük, hamarosan új adással jelentkezik a Sportpercek. Híradóval pedig legközelebb szerdán a szokott időben jelentkezünk. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!